A gyomorkorgás a közepesen cikítás zajok közé tartozik, nem tehetünk róla, de nem is tudjuk megakadályozni, ezért aztán okoz vicces pillanatokat, mikor dolgozatírás közben a munkahelyen vagy bármilyen más csendesen egyszer csak bekordul egy nagyot. A legáltalánosabban elterjedt vélekedés az, hogy a gyomorsabb marja a hasüregünket. Ilyenkor is ez ad ki ilyen hangot, de erről szó sincs. Az emésztőrendszerünket úgy kell elképzelni, mint egy hosszú csövet, amiben nem a gravitáció mozgatja a kaját, hanem az emésztőrendszert körülelő izmok, és ezt a mozgást, amit ezek az izmok végeznek, és amelyáltal mozgatják a kaját, ezt nevezzük perisztaltikus mozgásnak. Na már most a korgó hangot azoknak a levegő buborékoknak a mozgása adja, amiket evés közben nyelünk le, viszont az esetek többségében ugye az emésztőrendszerben lévő étel az elszigeteli ezt a hangot, és nem lehet hallani a korgást. Amikor üres a gyomrunk, akkor elkezd termelődni egy bizonyos hormon, amiből két óra alatt gyűlik össze annyi, ami már jelzés az agynak, hogy na most már igencsak enni kellene, és ennek egyik következménye, hogy az agy például beindítja a perisztaltikus mozgást, és akkor mozognak a levegő buborékok, és ekkor halljuk az ezeknek a hangját.